estét kívánok, szeretettel köszöntöm Önöket. Hát a mai adásból biztos kiderül majd Önök számára is, hogy mennyire színes a mi közéletünk, meg a politikai életünk. Demeter Szilárddal kezdünk. Adott egy nyilatkozatot a Telexnek, és ebben azt mondta, hogy ha rajta múlna, akkor a magyar irodalom 80%-át kikukázná. Aztán utána azt mondta, hogy a Telex összevágta az ő nyilatkozatát, meg azóta egy vitairatot is megjelentetett, szóval ezzel a témával kezdünk. Aztán szó lesz Márki-Zay Péterről is, aki Brüsszelbe utazott 2 napra, Újhely István szervezi egyébként az ő találkozóit, és azt lehetett olvasni, hogy 4 meghatározó EP frakcióvezetővel és más illetékessel is találkozik, meg hát persze a kampányról is beszélünk, hogy ezt most hogyan fogja folytatni. Aztán jön az a bizarr történet, az Index ugyanis azzal állt elő, egy cikksorozatban azt próbálta bizonyítani, hogy Karácsony Gergelyék szeretnék eladni a Városházát. Karácsony Gergelyék cáfoltak, de a történetnek azóta egyre különösebb szálai kerülnek elő. És szó lesz az egyre dagadó úszóbotrányról is, szexuális zaklatásról, verésekről, bántalmazásokról. És akkor nézzük a mai vendégeket. Itt van Konok Péter, történész. Jó estét kívánok! Von a Gábor, a második Reformkor Alapítvány alapítója. Jó estét kívánok! Ceglédi Zoltán, politikai elemző. Jó estét! És Hont András, az Átlátszó újságírója. Jó estét kívánok! Na, akkor vágjunk gyorsan bele, hát Demeter Szilárddal kezdenénk. Még egyszer az idézet, ugye azt mondta, hogy ha rajta múlna, akkor a magyar irodalom 80%-át kikukázná, mert hogy nem jó. És aztán utána egyébként megjelentetett egy cikket, vagy megjelent az Origón egy másik cikk, amelyben azt írta le, hogy a Telex össze-vissza vágta az ő interjúját, és nem kontextusban láttuk például, vagy hallhattuk ezt a mondatot, mert hogy a Telex azt már nem vágta be, hogy éppen ezért nem szeret tartalmi döntéseket, nem az én ízlés ítéletem a mérvadó, már mint ezt mondta ő, de ezt is már leírtam, kuratóriumok döntenek ösztöndíjakról, könyvtámogatásról, én látatlanban aláírom a döntéseiket, de van egy feltételem, olyan döntéseket hozzanak, amiket meg is tudnak védeni, és aztán utána erről egy hosszas értekezésbe kezdett, meg egy vitairatot is megjelentetett azóta, de kezdjük akkor ezzel a 80%-kal. Szóval mit gondoltok? Péter F. Gergely azt mondta, hogy szerintem simán csak trollkodásról van szó, semmi egyébről, arra, hogy elterelje a figyelmet az egyébként fontos ügyekről. Hát láttunk már ilyet, meg beszéltünk erről már számtalan szóval. Mit gondoltok, trollkodott, nem trollkodott? Szóval most kezdjük akkor ezzel, Zoli. Teljesen kizártnak tartom, hogy itt egy fölépített stratégia lenne arra vonatkozólag, hogy van már megint valami, amiről a Fidesz nem akar beszélni, és eltereli erről a figyelmet, sokkal inkább egy egyre kontraproduktívabb szereplési vágyról. Tehát van itt egy szerepzavar, és Demeter Szilárd mindennek és mindenkinek árt ezzel, hogyha nem érti meg, hogy az ő pozíciójában nem lehet ilyet mondani. Lehetne, hogyha ő egy reményteli erdélyi író lenne, hogyha egy kihívó lenne Parti Nagy Lajos felé, akit nevesített, és vagy egy irodalomkritikus, aki mondhat ilyet, hogy neki szerinte 10-ből 8 az nem megfelelő. Ez egy legitim vélemény, csak nem egy olyan minisztériumból vagy irodából, ahol egyébként, mikor állítja is, hogy nem döntések születnek, de azért erre neki nagyon komoly befolyása, hatása lehet. Tehát röviden, én nem azt gondolom, hogy a Fidesz most már megint valamitől fél, gyűlölöm a gumicsont elméleteket. Azt gondolom, hogy Demeter Szilárd, aki nagyon rocker akar lenni, meg nagyon poszterfiú akar lenni, az nem érti meg, hogy mindenkinek rossz. Egyébként az irodalomnak is, hogyha ő ezt csinálja. Gábor, trollkodás? Miről van itt? Én vitatkoznék az Olival. Tehát elfogadom azt, hogy a Demeter Szilárd karakterében benne van az, hogy ő pszichoszomatikusan nyilatkozik olyanokat, amiket nem kellene. De volt már egy-két érdekes nyilatkozott a Szúseról, az ezt egyik. Én azért nem zárnám ki. Nem azt mondom, hogy 100% vagy 80% valószínűsége van ennek. De nem zárom ki annak a lehetőséget, hogy ez egy tudatos szerep, amit ő kapott, és amit ő örömmel eljátszik, tehát nem tiltakozik ellene. Figyelem elterelés a cél vele, vagy mi? Azt nem tudom, hogy a figyelem elterelés, egyszerűen a kultúrharc permanens folytatása. Tehát, hogy itt, ami egyébként igazából nem is kultúrharc, hanem kulturális köpenybe rejtett politikai harc. Tehát itt lényegében arról van szó, hogy az Orbán kormány számára folyamatosan konfliktust kell generálni, ráadásul azzal a értelmiségi vagy szellemi elittel, amit azért a többség mégis a baloldalhoz vagy a liberális oldalhoz kapcsol, azzal neki állandóan konfrontálódnia kell, és a nemzeti értékek megtámadottságát kell demonstrálnia, és erre talált egy kitűnő szereplőt. Az pedig, hogy ebben a szerepkörben neki nem lehetne ilyet mondani, szerintem az vitán kívül áll, vagy vitán felül áll, de tudtok mondani olyan NER vezetőt, aki nem mond olyanokat, amit az ő szerepében vagy az ő helyzetében nem lehetne mondani? Tehát ebben az értelemben nem lóki Demeter Szilárd. Varga Mihály. Jó, oké. Okay. A kivételt erősítő szabály.
Rendes Varga Mihály. Fordítva. Egyébként András, mielőtt mondod, csak hagyj tegyek hozzá ahhoz, hogy megjelent ez a bizonyos vitairat is egyébként, azt tezzük hozzá. Tegnap, illetve szerdán jelent meg ugye a Mandineren, és ott egyébként ilyeneket is írt, amiket most Gábor mondott, hogy szerinte nem is lenne baj alapesetben, de rendkívüli időket élünk, baloldali liberális értelmiség véget vetett a kultúrbékének. Tehát ilyen típusú mondatok benne voltak ebben a bizonyos vitairatban, ami megjelent. Én Zolival kell, hogy egyetértsek, mert főleg az egész mondatot ismerve, ő jó fej akart lenni. Tehát ő azt akarta mondani, hogy tök mindegy, hogy az ő ízlése micsoda, úgyis mindenféle szakkollégiumok fognak dönteni, mert ha egyébként rajta múlna, abban az esetben szerette volna ezt mondani, de nem sikerült neki, kihajítaná 80%-át a magyar irodalomnak. Péter, te hogy látod, és egy pici politikai szállat hadd hozzak ide, mert azért a jobb oldalról is kapott kritikát, amit sokszor megszoktunk ezzel lepődni, Fürjes Balázs személyében, ugye azt mondta, hogy ne kukázzunk verseket, regényeket, novellákat, semmi jóra nem vezet, meg azt is hozzátette, hogy hatalomból a hivatalosság végképp ne ítélkezzék, ne akarjon nevelni senkit. Szóval csak azért hoztam fel a politikai állat, hogy meg kell egyáltalán lepődnünk, hogy most Fürjes Balázs megszólalt, már úgy ért, hogy egy másik jobboldali politikus vagy, vagy csak a szokásos összjáték része. Szerintem ez egy ilyen kiváló összjáték, itt mindenkire más-más szerep van osztva, és ezek általában ezek a karakterek meg is felelnek a szerepnek. Demeter Szilárdnak ilyen több jelentése is van, egyrészt ő a büntetés. Egy nagyon frusztrált és nagyon zavarodott ilyen jobboldali, most nevezik jobboldalinak, szerintem ez nem jobboldaliság, de nevezik jobboldali szellemi körnek a frusztráltságát fejezte ki. Ezen kívül van benne egy ilyen ifjonti hevület. Most az ifjonti hevület, már hogy így a maszk rendszerében. Ez az ifjonti hevület, ez ilyen forradalmiságban tör ki, ami egyébként már ilyen szekunder, ilyen kikukázott forradalmiság, vagy kukázott forradalmiság, igazad van egyébként a kukázás szó jelentése, ezt nem fedi teljesen. Ezt ugye a Pozsonyi Ádám már ugye eljátszotta a 90-es, 2000-es évek konzervatív punkja, de hát ezt már az egészet tulajdonképpen tényleg a 20. század elő olasz meg orosz futuristáitól vettek át, a mindenféle tekintély lerombolása. Na most a mindenféle tekintély lerombolásában viszont az szokott lenni, hogy akkor új tekintélyeket, meg új remek műveket alkotunk, ahogy Zsanov elvtárs mondta, ezek hiányoznak a Demeter portfóliójából. Nem úgy értem, hogy ő nem írt ilyeneket, mert ő nem írt, de hogy az általa most már évek óta gründolt kultúrszcéna sem állt elő azokkal, amiket ugye a 80% helyére rakna. Mert mi van? Annak idején, mit tudom én, ott volt Herceg Ferenc, a toplistás hivatalos írófejedelem, őt próbálják visszakukázni. Általában egyébként visszapakolni azt, ami ellen, a begyöpösödött irodalom ellen ez a lázadás eredeti formájában, nem ilyen szekunder formájában volt, és fellépett. Tehát itt nagyon lötyög a szerep, nagyon rosszul áll. A másik fele, ami alapvető fontosság, hogy igen, ez a hevület akkor lehet hiteles, hogyha alulról jön, akkor lehet hiteles, hogyha az alkotóktól jön, nem hogyha a kulturális infrastruktúra tetejéről. És a harmadik dolog, ami viszont szerintem fontos, a Telex szerepe, illetve általában a sajtó szerepe, mert viszont, hogyha elolvassuk azt, hogy mit vágtak ki állítólag ugye Demeterből, akkor valóban eléggé más megvilágításba helyeződik a történet. Ez egy mondat, abban a kontextusban más értelme van, én Isten ments, hogy védjem Demeter Szilárdot, mert rettenetesen káros, kínos, kellemetlen, tehetségtelen alaknak tartom, de akkor valamilyen szinten ő is egy ilyen játéknak esett áldozatul, a Fürjes pedig hát, neki ez a feladata, tehát a Fidesznek azt is be kell mutatni, hogy ő kultúrember. De Péter, tehát Fürjes már ott tart, átvéve egy nagyon fura narratívát, hogy ne kukázzunk semmit, de hát Demeter nem kukáz. Demeter arról ír, pont az Ági által hivatkozott második szövegben, hogy ők egyébként 90 millió forinttal támogatták eddig Parti Nagy Lajost, mármint az ő művészetét, és hogy nem elégedett azzal, ezutóbbi kellett volna levágnia, amit egyébként 90 millió forintért vettek, ám de... Engem igazából az zavar ez ügyben, hogyha ő ezt így gondolja, akkor ő rosszul dolgozik, hiszen 90 millió forintot adtak valakinek, aki szerinte nem jó, és nem tudja fölmutatni azokat, akiknek szintén adtak volna 90 millió forintot, ám de jó szerinte. De hát adtak, azért itt van az előretolt helyőrség, a Petőfi Irodalmi Ügynökség, amit tudom én, tehát egy egész díj meg pénzrendszer van, ami semmit nem tud fölmutatni. Két lehetőség van, az egyik az, hogy ő ezt is elmondta a Telexben, de azt kivágták, a másik szerintem sokkal valószínűbb, hogy ő továbbra sem azzal érvel, hogy ő kiket hozott, kiket emelt föl, kiket csinált meg, hanem a másik oldalt támadja, és a legrosszabb hírem a fideszeseknek, és erre nagyon figyeljenek. Ami Demeter Szilárd csinál, ami világot ők fölépítenek a NER alatt, ha
Látszódhat ez bármilyen masszívnak, hogyha jövő tavasszal van egy kormányváltás, akkor pont azért, mert ebben ők nem csináltak semmit, nem értek el semmit, úgy jön vissza, nem Parti Nagy Lajos, hanem mindenki, aki nívótlanul is rossz volt akár, de most ellenzéki, hogy semmi nyoma nem marad az ő 12 éves kultúrájára. Minden ilyen felülről vezérelt forradalom nagyjából egész évül így van. Van egyébként egy rossz hírem. Tehát nem lóg ki Demeter Szilárd nagyon lefele az 1990 óta a különböző kultúrpápák hosszú sorából. És pont ezt akkor egyébként elmondani, hogy amit ő csinál, az egy ortodox dolog. Három nézetem van. Tehát egyik az, hogy ami szerintem ebben az egészben tényleg taszítósz, hogy a NER-nek tehát az a piedesztál, amiről ő beszél, amire itt többen is célhatatok, az nincs. Tehát, hogy a NER-nek a kulturális teljesítmény az Nagyferú Kossuth díjában, meg Vince Lilla és Tóth Gabinak ezek az ilyen retyerutya popdalaiban, meg ugye a csúcs az pedig, amire a legbüszkébbnek kéne lenni a NER-nek, az augusztus 20-ai pszichedelikus látomás, ugye. De a másik lábjegyzetem, Füriyes Balázs, ez már politika. Szerintem ő zseniális ütemérzékkel szólalt meg ebben az ügyben, ugyanis ő Budapest főpolgármestere szeretne lenni. És ő jelen pillanatban úgy érezte, hogy ahhoz, hogy ő ez a céljához egyel közelebb kerül, ez egy érzékeny pillanat, meg kell szólalni. Tehát az ő szempontjából ez egy jó lépés volt, és nem biztos, hogy az ő ízlését fejezte ki, hanem inkább a taktikai céljait. És a harmadik lábjegyzetem, a Telexnek ebben a szituációban szerintem nyilvánosságra kellene hozni a teljes anyagot. Tehát ez volna szerintem az érdek. Egymondatos konklúzium hadd legyen, hogy az a félelmem, hogy olyan emberek vitatkoznak arról, hogy melyik könyv jó vagy rossz egyik és másik oldalon, akik egyaránt nem olvassák ezeket a könyveket, csak a Facebook posztokat. Egyetlen egy szempontos, hogy gyors választ várok tőletek, mi Péter Figyelhez kapcsolódik, meg a pénzhez, meg a politikához, hogy kíváncsi vagyok, hogy egy ilyen típusú mondatról mit gondoltok? Ugye azt mondta, hogy 90%-ban azok az emberek jutnak előnyhöz, akik hűek a pártállamhoz, maguk is pártagok, és hogy díszpintják ennek. Van egy szép 30-as évekbeli neve, bevesznek olyanokat, akik nem tartoznak a galériába, stb. Stb. Szerintem, és ezt nagyon szeretném, hogy benne is maradjon a műsorban, a Péterfi Gergely beszélői pozíciója az tök más, mint akár az egyik, akár a másik oldal. Azért egy irodalmi startupperről beszélünk, egy irodalmi nomádról, aki Olaszországban élve ír, meg van jelen a nyilvánosságban, és sem az egyik, sem a másik oldal közvetlen támogatására nem szorul. Ám de, amit ő arról mond, hogy hűnek kell lenni a párthoz, az sajnálatos módon mind a két oldalon igaz. Tehát, hogy bevett alkotó, nem csak fideszesként, hanem ellenzékiként is akkor vagy, hogyha kellőképpen igazodsz ahhoz, amit elvárnak azzal kapcsolatban, hogy mi a helyes politikai állás. És az, hogy mi a helyes, az ahhoz hozzátartozik az is, hogy a másik oldal esetleges teljesítményét azt le kell fikázni. Így van. Viszont akkor menjünk tovább, ha már itt fikázásról, meg ilyesmiről volt szó, meg lövészárkokról. Politikával folytatjuk. Márki-Zay Péter Brüsszelben volt a héten, ugye két napot töltött ott, Ujjai István szervezte az ő programját, és hát az volt a terv, hogy ugye mindenféle meghatározó politikussal, frakcióvezetőkkel, EU tisztségviselőkkel találkozik. Ugye úgy mutatta be őt Ujjai István, mint Magyarország leendő miniszterelnökét, és hát ott is azért igen erőteljes mondatok hangoztak el, és itt már a kampányról lenne szó, hogy látjátok, hogy hogyan folytatja, hogyan kampányol Márki-Zay Péter, például ugye a fasiszta pártállamot építő, korrupt Orbán Viktor beszélt. Ezek a típusú mondatok ott Brüsszelben mennyire hatékonyak, és hogyan jól folytatja így a kampányt, vagy jól építi a kampányt? Aztán utána a kampányfőnökről is beszélünk majd. Hogy látjátok? Szerintem egy ilyen brüsszeli túra, ez egy kötelező kör egy miniszterelnök jelölti kampány. Mert ebben nem látok semmi különöset, vagy semmi olyan nagyobb elemezni valót. Aztán persze lehet, hogy majd többiek találnak benne. Ezt meg kell tennie Márki-Zay Péternek. Újhely István tűnik a legaktívabb európai parlamenti képviselőnek. Szerintem az is jó választás volt, hogy ő rábízta ezt a feladatot. És Márki-Zay Péternek azok a mondatok, amit elmondott, erős mondatok, de az európai parlamentben van erre fogadó készség. Tehát ott azért biztos sokan szeretnék látni, hallani, nem az európai parlamentben, az Európai Unió minden szervébe, ugye, van várakozás Orbán Viktorral szemben, és most megpróbálja ezt a szerepet Márki-Zay Péter betölteni, ennyi.
Hát része a kampánynak, és abszolút. Akkor ez most így van. Hát ez egy roadshow volt tulajdonképpen, és én abban egyetértek, ez egy kötelező kűr. Tehát így nyilván azok, akik fogadták, azok is ennek értelmében fogadták, megvan ez így előre szervezve, megvan ennek a rituáléja, meg a forgatókönyve. Ami szerintem izgalmas, hogy a Márki-Zay, aki most megint és újra hangsúlyozta azokat, amit én úgy fogalmaznék meg, hogy Orbánabb akar lenni sok szempontból Orbánnál, de egy ilyen a korrupciótól megtisztított Orbán képet nyújtana az embernek, ugye most elmondta, hogy már régebben keresztény és jobboldali, mint Orbán Viktor, stb. Valóban nagyon erősnek látszó, bár én úgy gondolom, hogy meglehetősen tartalmatlan kijelentések hangzottak el, és amit Orbánnál is mindig el szoktunk mondani, hogy ez a magyar közönségnek szól alapvetően, és a magyar közönség most azt kapta, van egy ilyen mítosz a fejünkben, hogy az Európai Unió nem is tud róla, ugye volt a cáratyuska nem tud a rossz dolgokról, mondták az orosz muzsikok, hanem csak a gonosz tanácsadói, és mi is úgy gondoljuk, hogy nagyon-nagyon hajlamos a magyar közvélemény úgy gondolni, hogy tulajdonképpen ott van a cáratyuska Európai Unió, akinek fel kell hívni a figyelmét arra, hogy mi történik itt, és ezt senki nem csinálja meg. És most a Márki-Zay Péter azt kommunikálta hazafelé, hogy kiment, és erős, keresetlen szavakkal az Európai Unió cáratyuska tudomására hozta azt, hogy nekünk mennyire rossz. És egyébként ugye azt is elmondta, hogy ennek az egyetlen garancia, hogy ne legyen rossz, az ő. Tehát mint ahogy Orbán Viktor, amikor kimegy, bár ugye ott mindig megvan az a kettős politika, hogy részben az Unió számára is játszik, részben hazai frontra játszik, én ezt úgy érzem, hogy ez elsődlegesen azért történt, hogy például mi azon vitatkozzunk, hogy most fasiszta pártállam épül-e Magyarországon, vagy nem nevezhetjük ezt fasiszta pártállamnak. Péter, én azért abban nem értek veled egyet, hogy ők biztosan tudják, hogyha olvastad a Sargentini jelentést, akkor azért abban vannak olyan megállapítások, amelyek azt bizonyítják, hogy még egy hivatalos uniós vizsgálat sem feltétlenül jön annyira közel Magyarországhoz, hogy az alapvető tényekkel minden területen tisztában legyen. Ám de. Ugye Márki-Zay Péter esetében látunk egy nagyon érdekes egyensúlyozást. Én azt látom, hogy ezek a mondatai a fasiszta pártállamról és hasonlókról alapvetően azt a célt szolgálják, hogy azokat az elszánt Facebook kommentelő szintű ellenzéki szavazókat, akik korábban egyébként a balosnak mondott pártoknál voltak, és őket szokták mindig jól támogatni, azok most tőle is hallják azt, és őt is fogadják be, vagy fogadják el. Ne felejtsük el, hogy ő azért Dobrev Klárát, meg Karácsony Gergelyt győzte le. Másfelől viszont minden, amit ilyenkor csinál, az veszélyezteti szerintem azt, hogy pont az a tábor, aki az utolsó pillanatban az előválasztáson megmozdult érte, az aktív maradjon. Én biztos vagyok benne, hogy mondjuk nem Zaránd Péter tanácsolta még azt neki, hogy keresse föl Kéz Zoltán társaságában az Eresz csatornát, ahol Szájer József lecsúszott. Ez annyira, bocsánat, hogy azt mondom, bután bulváros húzás, ami nem illik valaki az, aki eddig azzal érvelt, amit itt is mondta, hogy ő egy keresztény, konzervatív, ízléses férfi, és ehhez képest, amit csinál, az meg tényleg ilyen nagyon ócska. Akkor viszont folytassuk már a kampányal meg Zaránd Péterrel is, mert szerintem ez fontos, amit mondtál, csak egy gondolat, aztán tiéd a szó, András, hogy ugye a Zaránd Péterről mondjuk el, hogy ugye ő korábban a Momentumnak volt a kampányfőnöke, aztán Puzsé Róbert főpolgármester jelölti kampányát vezette, és többen fölkapták itt a fejket, hogy oké, de hogy jön ő a képbe, meg hogy mit üzen például az, hogy őt választotta a kampányfőnök, és akkor visszatérhetünk a kampányra is. Jó, akkor vegyük ezt, mert én változatlanul azt gondolom, hogy nem Márki-Zay Péter az érdekes, hanem Márki-Zay Péter szavazói, például nagy részt ebben ennek a műsornak a nézői. Márki-Zay Péter 200 000 új szavazót behozott két forduló között. Van egyfajta olyan turbulencia, ami az összefogásban nem volt meg. Az ellenzéki választók megérezték azt, hogy az összefogás az megbukott, az újabb vereséghez vezet. 2019-es önkormányzati választás úgy van tálalva az önkormányzati, vagy az ellenzéki közvéleménynek, hogy egy hazugsággal, manipulációval. Azt a választást elveszítette az ellenzék, több szavazatot kapott a Fidesz. Csak szerzett olyan pozíciókat, ami egyébként az MSZP-SZDSZ-nek a 2006-os önkormányzati választási veresége után is megvolt. És ennek a kvázi sikernek a hatására volt akkora az arca ezeknek az embereknek, hogy azt mondták, hogy na, akkor még egyszer, imáron harmadszor összerakják ugyanazt. És az ellenzéki választó rájött, hogy ez nincsen így. Márki-Zay Péter azért, mert részben új, például azért, mert fésületlen, például azért nagyjából mindegy is, hogy mit mond, hogy most akkor éppen fasiszta pártállam vagy bármi más, bármit bele lehet látni. Mert mi is történt? Puzsér ellenzékváltást hirdett 19-ben. Karácsony Gergely leveri. Majd Karácsony Gergelyből miniszterelnök jelölt lesz,
felsorakozik mögötte a hagyományos értelmiség, a hagyományos sajtó, nem is hülye, és jön valaki kívülről, nagyon csúnyán leveri, majd az, aki nagyon csúnyán leverte, kinevezte a Puzsér kampányfőnökét a saját kampányfőnökének. Csodás szimbólum az egész. Ezt kéne megérteni. Szerintem Zarán Péternek a kinevezése az egy nagyon fontos dolog. Ott szerintem van mit elemezni. Méghozzá azért, mert szerintem ez egy hadüzenet volt az ellenzéki pártok felé Márki-Zay Péter részéről. Hadüzenet? Hadüzenet, igen. Mert hogy nem tudom elképzelni, hogy ki örült most a pártok közül ennek. Örült-e az a Karácsony Gergely, aki ugye, hát azért elég kemény kampányt folytatott a Zarán Péter vezetésével a Sétáló Budapest annak idején Karácsony Gergely ellen, és lehet, hogy Karácsony Gergely elfelejtette, vagy nem vette észre, hogy valaki a Városházával kapcsolatban boltold, azért arra biztos emlékszik, hogy történt egy ilyen kampány. Az az LMP, vagy az a Jobbik mennyire örül Zarán Péter kinevezésének, akik közösen indultak elvileg az önkormányzati választáson, aztán egy elég viharos vita kapcsán kiléptek Puzsér Róberttel való szövetségből, vagy nem is tudom, hogy kilépett ki mögül, vagy esetleg az a Momentum örül ennek, akinek korábban a kampányfőnöke volt, és szintén viharos körülmények között lépett ki, vagy Dobrev Klára lejt az ablak előtt táncokat, aki ellen ugye Puzsér Róbert elég keményen kampányolt, vagy az a Kutyapárt, amelyik a legfontosabb szövetségese volt a Sétáló Budapestnek, és ezzel, és Zarán Péter is egy fontos szövetségesük volt, és ezzel lényegében annak a Márki-Zay Péternek lett Zarán Péter a kampányfőnöke, aki most a Kutyapárttal a legádázabb vitákat folytatja. Tehát itt aztán nem tudom hány ismeretlenes egyenletről beszélünk, és az is egy kérdés, hogy most akkor ki fogja irányítani az ellenzék kampányát, Zarán Péter? Vagy pedig a pártok majd hatan csinálnak egy külön kampányt, és akkor lesz két ellenzéki kampány? Zárjuk le akkor most ezt a részt, és innen fogjuk folytatni annál a kérdésnél, amit a Gábor fejtett. A Zarán Péter, ki is az a Zarán Péter, arról is beszélünk, illetve a Városháza eladások körüli történtekről is. Mindjárt folytatjuk. Köszöntöm Önöket, ismét folytatjuk is a műsort. A reklám előtt ott hagytuk abba, hogy Zarán Péter személyét próbáltuk elemezni, ugye ő lesz Márki-Zay Péter kampányfőnöke, és onnan szeretném folytatni, hogy a Gábor ugye azt mondta, hogy az ő kinevezésével hadat üzent az ellenzéki pártoknak Márki-Zay Péter, erről még beszéljünk, és nem is inkább Zarán Péter személye, bár ez is fontos, de az, hogy milyen lesz ez a kampány akkor innentől kezdve, ki mit gondol. Szóval beszéljünk már a hadüzenetről, és ott hagytuk abba, hogy miért csinált ezt? Miért üzent hadat, ha hadat azért, üzent? Azért, mert neki saját pártot kell építeni, és Zarán Péter nem a kampányfőnöke lesz szerintem csupán Márki-Zay Péternek, hanem a párt felépítéséért felelős személy is egyben. Tehát ezt a kettő szerintem most itt össze fog csúszni, hiszen van 150 napja, vagy nem tudom, talán körülbelül annyi van a választásokig Márki-Zay Péternek, hogy fölépítse a saját politikai erejét, és ne legyen kiszolgáltatva az ellenzéki pártoknak. Hát akkor Zarán Péternek ez a feladata. Szerintem muszáj neki pártot csinálnia, és egyetértek. Szerintem azért muszáj neki pártot csinálnia, mert iszonyúan kiszolgáltatott a többi pártnak, ami önérdekérvényesítésben nagyon erős és elszánt. Az Andrásnak abban igaza van, hogy van a társadalmakban most már 20 hónapja egy artikulálatlan, egyre erősödő üvöltés, amiatt, ahogy élnünk kell, és ez szükségszerűen a hatalom ellen irányulhat, tekintve, hogy a hatalomhoz korlátozásokat zár be, vagy akár ront el dolgokat, hatalomnak kell megoldania mondjuk a benzinár kérdését is. És ebben az esetben én azt látom, hogy Zarán Péter az egyfelől tudja hozni azt, amiben jó volt már Puzsérnál is, amiben jó volt a korai Momentum, bár én a Papp Gergőféle kommunikációt is szeretem, és amiben jó volt Márki-Zay Péter is, jelesül, hogy megtalálni a réseit ennek a egyébként kommunikációs szempontból Fidesz által leuralt dimenziónak, és például a közösségi médiát jól vigye. De még egy dolog, ha már Demeter Szilárd kapcsán beszéltem a szerepzavar problémáiról, itt is nagyon fontos lenne látni, ugye Márki-Zay Péter előző kommunikációs vezetője, Gurzó Ákos, azért ez egy elég nagy kampánykörutat csinált, és azért bírálom őt, mert ezt már Márki-Zay Péter is megtette, fél mondattal talán pont a jelenben mondta el azt, hogy azért hát Ákos jól eladta az ő marketing tevékenységét a nyilvánosságban, nem az a dolga senkinek, és a Zarán Péter kérdésre a helyes válasz az, hogy nem tudjuk és ne is tudjuk meg,
mert egy kampányfőnöknek nem dolga az, hogy ahelyett látszódjon, akit neki egy kampányban mutatni kell. Itt nem csak arról van szó, hogy most leragadtunk, hanem most pártot csinál-e vagy sem. Az, hogy mi a párt, ugye az nyilván az egy jogilag meghatározott fogalom. Neki, amire szüksége van, hogy legyen egy számára megbízható közeg. Pontosan az, amiatt, hogy egyedül érzi magát nyilván ebben a hatalmas teherben, ami most rá nehezedik, és számára megbízható emberekre van szüksége. És ugye azért azt nem tagadhatjuk el, hogy Puzsér Róbertnek, a Sétáló Budapestnek és az ennek a szervezetnek a ilyen motorjaként működő Zarán Péternek oroszlán szerepe volt abban, hogy a Márki-Zay Péter kampány oda jutott el, ahová. Nyilván ebből a közegből vásárol be magának embereket, és próbál maga mellé állítani embereket, és képíteni azt a csapatot, akik meg tudják védeni attól, amitől ő van egy valószínűség szerint tart, hogy Gyurcsány Ferenc, Jakab Péter, meg a Momentumosok, meg ki tudja még kik, fenik a kés, nyilván mosolyognak most mellette, mert mi más tudnának csinálni, de fenik a kés, hogy esetleg valamikor a hátába döfik. Ha már itt a késfenésről volt szó, meg ki feni a kés, meg kommunikációról, lépjünk tovább, mert ugye az a műsor elején azt mondtam, hogy van egy bizarr történet Karácsony Gergellyel és a Városházával kapcsolatban. Ugye az Indexen megjelent egy cikk sorozat, láthatóan felépített formában. Ugye úgy kezdődött, hogy Budapest vezetése eladná a Városháza épületét. Nem fogom most végigmondani az összes stációját ennek a történetnek. A lényeg az, hogy ugye az Index folyamatosan bizonyítékokat mutat be arra a szerződést, ugye két felvétel is megjelent azzal kapcsolatban, hogy igenis ez felmerült, és ez a szándéka a fővárosnak, hogy eladja a Városháza épületét. Karácsony Gergely pedig cáfolnak. Azt mondták, hogy ugye az első alkalommal azt mondta, hogy fake news, hogy mindenféle sajtóetikai szabályt megsért, tehát hogy nagyon is cáfolja ezt a történetet. És aztán utána ugye most ott tartunk, hogy a vagyonkezelőnek a vezetőjéről, ugye az egyenes beszédben Kis Ambrus azt mondta, hogy nem lett volna felhatalmazás arra, hogy tárgyaljon, nem is tudja, milyen felhatalmazás alapján tárgyalt az eladásról. Szóval nem is a részletekbe szeretném, hogy belemenjünk, hanem hogy látjátok egyáltalán, miről szól ez a történet, és Karácsony Gergely, mint olyan lehetséges szerintetek, hogy nem tudta, vagy nem tudja, vagy nincs tisztában azzal, hogy mi folyik a Városházán, hogyha egyáltalán bármilyen szintű tárgyalás itt előkerül. Hát Karácsony Gergelyt, mint tudjuk, Zuglóban sem tudta soha, hogy mi folyik, és így mindig rácsodálkozik. De most ez komolyan kérdezett, ez elképzelhető szerintetek? Nyilvánvalóan nem elképzelhető, de a Karácsonynak ez a dizájnja, ezt állandóan eladja. Itt szerintem egyébként, amennyire én látom, semmi különösebb, a tragédia nem történt, itt tárgyaltak róla, elvetették, beszéltek róla, felmerült szerintem. Még csak azt sem mondhatom, hogy Isten ellen való vétek azt mondani, hogy el lehet gondolkodni azon, hogy a Városháza helyett például valami más berakni. A Karácsony politikája mindennel kapcsolatban, én nem tudok róla. Ja, Istenem, én olyan kis szegény, én igazából nem is tudom, hogy kerülök ide erre a helyre. Engem mindig becsapnak, megvezetnek. Nagyon muris, mert lehet vele egy ilyen kedves kis malackaszerű képet nyújtani a tisztelt választóknak, de egy kompetens polgármester, basszus, hát tudjon róla, ismerje, tartsa kézbe, és amikor kiderül valami, akkor ne az a jön, hogy először fake news, aztán meg nem is én voltam, de majd megkérdezem tőle, mert hát nyilván ő szerkesztette ki ezt az egész történetet. Eladták már itt sokszor az Eiffel-tornyot, tőlem eladhatják a parlamentet, minden, csak valamilyen tiszta tájékoztatás. Az Index viszont, és akkor most már másodszor kerül elő, mert Demeter Szilárd a Telex-el kapcsolatban, amit csinál, ez a show műsor, a Guy Fawkes maszkos emberrel, meg mit tudom, hát könyörgöm. Tehát ne, basszus, ez nem sajtó. Amit a Konok mondott, hogy a zuglói modell. Így van, ez van most a Városházán, zuglói modell. Parancsol, igen, hát ugye neked. Én zuglói polgárként ezt megtapasztaltam közelről. Nagyon sóhajtottál azért, mikor belekezdtél a mondatot. Mondok egy frissebb élményt rám. Nagyon megszoktak haragudni nyugdíjas korú ellenzéki hölgyek, amikor beszámolok arról, hogy mondjuk két hete a kék metrót pótló busszal elmentem a Kisföld alatti pótló buszhoz, amivel elmentem az Oktogénig, és hogyha reggel 6 és este 8 között értem oda, akkor a megcserélt állomáson még föl tudtam szállni a Kisföld alattira, később akkor a Kisföld alatti pótló buszra, amivel elmentem a Mexikói útra, ahol felszálltam a 3-as villamos pótló buszra, amivel el tudtam menni a Bosnyák térig, onnan már járt a villamos. Mindennek volt alapvetően... Volt rajta közben? Akkor még pont nem kellett. És máskor menjél taxival szerintem. Úgy áll igen, a taxi az a másik, ami nagyon beszokott nekem jönni. Lényeg, hogy ennek ugyanaz a gyökere, mint a Városház eladása, nem adása körül egy botránynak, hogy nincs olyan, hogy valaki egy legmagasabb szintű első számú vezető,
És a hétköznapi munkavégzésre az a két válasza van, hogy A. elvette a Fidesz a pénzt, nem tudom megcsinálni, B. én most ellenzéki miniszterelnök jelölti előválasztási kampányban veszek részt, ezért nem tudom megcsinálni. Én ilyenkor mindig azt szoktam kérdezni, amikor a városban akár olyan probléma fölmerül, ki a főpolgármester. És nem bántólag, hanem a legnagyobb rajongással kérem azt Karácsony Gergelyt, hogy legyen főpolgármester, mert ez egy csodálatos pozíció, itt csodákat lehet tenni, és mi csak azt sem mondhatja, hogy de muszáj neki a nagypolitikában mozognia, mert a kormánnyal kell küzdenie, mert addig is van valaki a boltban, de nem tudjuk, hogy kicsoda, az, aki elkezdett ilyenekről tárgyalni, vagy az, aki ezt fölvette egy titkos hangfelvétel, erről sem beszéltünk, mert már megint van egy hangfelvétel, csak most nem Karácsonyt, hanem valami kollégáját vették föl. Tehát itt egész egyszerűen egy vezetetlenség probléma merült föl, sokadjára már. Szerintem csodálatos pálya lenne, hogyha Karácsony Gergely azt mondaná, hogy most szeretnek a 2040-es évekig Budapest vőlegénye lenni. Karácsony Gergely azzal kezdte, hogy nem olvasok innentől kezdve indexet, szerintem soha életében nem olvasott még annyi indexet, mint az elmúlt napokban, ennek ez lett a következménye. De pontosan az első nyilatkozatai engem inkább arra következtetésre juttatnak, hogy ő nem tudott róla. Nem tudott. Nem tudott róla, mert hogyha tudott volna róla, akkor nem megy bele ennyire esetlenül ebbe az egész. Jól láthatóan, gondolsz, igen. Ez egy jól láthatóan felépített sztori volt minden elemével, bedobom, de még lehet tagadni, aztán kicsit szorítom, és aztán a végén borítom. Tehát nagyjából így szoktak menni az ilyen akciók, ez föl volt építve. És hogy mi volt ez az egész, szerintem nyilván, hogy ki áll mögött, azt talán nem kell annyira nagyon találgatni, bár persze lehet, hogy belülről jött, nem tudjuk. Szerintem egyértelműen a kormány áll mögötte, és méghozzá ez volt a Stop Gyurcsány, Stop Karácsony kampánynak az egyik felépített eleme. Tehát ők arra készültek, hogy Karácsony Gergely fog nyerni, és hogyha ő nyerte volna az előválasztást, akkor ez lett volna a Stop Gyurcsány, Stop Karácsony kampány őszi évada. Most ugye ez elúszott, de attól még úgy gondolták, hogy ha már ezt így betárasztuk, ha már így előkészítettük, akkor kilőjük, addig legalább tudunk gondolkodni, hogy mit kezdjünk Márki-Zay Péterrel. De nézzük meg, hogy mi történt. Én is azt gondolom egyébként, hogy Karácsony Gergely erről nem tudott. Csak akkor nem kell annyira agresszívnek lenni, hogy most olvastam utoljára indexet, amely lap egyébként nem 20 perccel egy ilyen sztori kihozása előtt szól a főpolgármesterem, de ez most mindegy. Tehát tisztességesen meg kell azért keresni, ez nem eljárás. Van egy tanulmány ennek, a Fővárosi Vagyonkezelőtől van egy tanulmány, amelyben felvetnek két olyan lehetőséget is a hat közül, amelyik a fővárosi régi városháza eladását veszi. Ez nem igazán a Péternek, ez nem ördögtől való dolog. Tudom, ilyesmire senki nem kíváncsi, de azért hadd mondjam el, ez egy 18. századi épület, invalidusház, hadirokkantaknak építették eredetileg, teljesen alkalmatlan hivatal épületnek. Elvetik ezt. Túlterjeszkedik a fővárosi vagyonkezelő vezetője a mindenféle hatáskörén, és ott tárgyalgat. Jelezzük meg, van egy nagyon érdekes figura még ebben. Tárgyalgat. Egy igazán disznó dolog hangzik el, amiért az ürgét le kéne váltani azonnal. Mert ugyebár, ha eladják, ha nem adják el, mindenképpen az van, hogy zöld főpolgármester, meg ez, parkosítás. És azt mondja az ember a befektetők előtt, hogy valamit itt a parasztoknak, értsd fővárosi választópolgárok, villantani kell valamit, de csak a választásig, mert 3 év van, 2022, vagy 22-24, két választás, és hogy eddig hogy az nem lehet, hogy oda ne épüljön park, de nem baj, majd lebontjuk. És azon ott értetlenkednek a felvételen szereplők. Na és ki az egyik felvételen szereplő? Mert ezt ugye azért nem futtatják meg annyira. Gansperger Gyula, aki az Új Időktől a Fidesz könyvelője volt. Aztán a Fidesz APVRT felügyelőbizottsági tagja, majd az első Orbán kormány idején az APVRT-nek az elnök vezérigazgatója, 2001-ben bocsátják el. Gansperger Gyula ettől függetlenül nem égeti fel a szálakat a Fidesz iránt, és a Nemzeti Együttműködés rendszerében is például rendszeres vendég Tusványosa. Gansperger Gyula egyszer csak előkerül. Mondjad, na, de a lényeg az, hogy akkor szerintetek, hogy látjátok, hogy itt egy összeesküvés történt, akár az ellenzék, akár a kormány. Tehát egy Agatha Christie regény, hogy bárki lehetett a gyilkos. De ahogy így hallgattam az András, abszolút benne van ez a pakliba, itt erről lenne szó szerintetek, és hogy mi a cél ezzel? Tehát az lehet a cél, mondjuk, amit a Gábor mondott, hogy egyszerűen benne maradt itt az előre elkészített anyagok között, vagy itt valami nem, azért... másik, és milyen hatása lehet mindennek Karácsony Gergelyre, még az egy utolsó kérdés. Lássuk azt, hogy Karácsony Gergely azért lehetett egyébként egy esélyes miniszterelnök jelölt, mert a legfontosabb ellenzék által elnyert pozíciót fogja 2019 ősze óta. Ő ezt eddig arra használta,
hogy a nagypolitikai befolyását növelje, és ő legyen Orbán Viktor kihívója. Senki nem tudja megmondani, hogy neki most mi a terve. Én azt is el tudom képzelni, hogy mind a mögötte állok, mind a hatalom, az megpróbálja őt előre méretre vágni, ugyanis most hirtelen Karácsonyék, azt feltételezem, most már csak visszamentek az el nem adandó városházára, körbenéztek, és mondták, hogy azért van itt egy rohadt nagy stáb, akkor, amit három minisztérium, van egy rohadt nagy költségvetés, mert azért mindent mégse vettek el. No, mit csináljunk ezzel? Kérdezi magától a pártelnök, akinek egyébként... Ugye szerintem az a célja jelen pillanatban Karácsonynak, hogy betolja Márki-Zay Pétert miniszterelnök jelöltnek, megnyugszik abban, hogy ő akkor főpolgármester, pénzkiáró főpolgármester akar lenni egy Márki-Zay kormány idején, jelen pillanatban ezen ügyködik. Na jó, fegyünk egy nagy levegőt szerintem, és ússzunk akkor egy kicsit, mert hogy már tényleg csak pár perc maradt a műsorból, és arról is nagyon szeretném, ha elmondanátok a véleményeteket, hogy mit gondoltok az úszóbotrányról. Ugye itt Cselászló, hát hogy mondjam, borította a bilit, ezt szokták ugye mondani, és arról beszélt, hogy milyen edzésmódszerek voltak annak idején, hogy hogyan alázták meg őket, és aztán utána sorra álltak ki, vagy állnak ki az úszók, ki tudja, hogy hol a vége. Ugye Kis Noémiről van szó, Szepesi Nikolettről, Kozma Dominik, Dara Eszter, itt fel fogom majd olvasni, meg fogok mondani, de tényleg nagyon súlyos történetek kerültek elő, szexuális bántalmazásokról, megalázásról, verésekről, tehát hogy egészen horror történetek. És azon gondolkoztam, amikor készültem a műsorra, hogy ugye nem először hallunk ilyen történeteket, sajnos. Mindig felkapjuk a fejünket, és szinte már azt érzi az ember, hogy már megint egy ilyen történet, megint későn tudjuk meg, megint utólag elemezzük, hogy ki volt a hibás, ki nem volt a hibás, akkor miért nem szólt senki, tehát hogy ugyanazok a kérdések jönnek újra és újra elő. Nem tudom, ti hogy látjátok, egyáltalán hogyan értékelitek azt, hogy most ezek a... Egyrészt Cselászlót, ugye, aki azt mondta, hogy azért jött most ezzel elő a története, mert most érett meg rá. Tehát személyiségében most érett meg arra, hogy eljön ezzel a története, úgyhogy azért van itt ellentmondás bőven. Szóval ki hogy látja? Zoli? Az emberiségnek van egy ilyen nagyon rossz szokása, hogy embert, állatot, növényt, azt mindent megpróbál az aktuális igényei meg érdekei mentén átformálni, független attól, hogy azzal mi lesz. Hogyha megnéztek 18. századi festményeket, a gyümölcsök, a zöldségek teljesen máshogy néznek ki, mint most ezek a génmanipulált cuccok. Ha megnézitek, hogy a 20. század elején hogyan nézett ki egy kutya, egy fajtiszta kutya, és ugyanabból a fajtából most teljesen más látunk, mert muszáj volt, hogy így álljon a füle, akkora tüdeje legyen, ilyen ráncos legyen, még akkor is, hogyha ez a kutya emiatt aztán mondjuk 5-6 évvel kevesebbet él. És a versenysport alapvető definícióját is végig kell gondolni, hogy tényleg azt jelenti-e, vagy azt akarjuk-e, hogy minden évben, vagy minden második, vagy negyedik évben az azt megelőző, az emberi, hogy mondjam, teherbíró képesség végső határáig elmenő teljesítményt, azt valamilyen módon megfejeljük. Mert ha igen, akkor az emberekkel kell művelnünk valamit, és ennek egy része fizikai, egy része az mondjuk ilyen biológiai, kémiai, mint akár mondjuk a kelet-német, vagy most a kínai sportolók, nem, vagy nyilván valamelyik az összesnél történik, és egy része sajnálatos módon mentális. Tehát, hogy nem tudnád megcsinálni józan ésszel, de ha megijedsz, vagy ha bántanak, akár idézően csak lelkileg is, akkor meg fogod csinálni azt a gyakorlatot. Uh-huh. Ez nagyon fontos szerintem, mert ez az egész az élsportról szól. Tehát borul az úszodabilie több egyszerre, minden lényegében. Nagyon kevés olyan sportág van, ahonnan ne ismernénk ilyen dolgokat, és ott is valószínűleg csak azért, mert nem jutottak még elő. De hogy az élsport, mint termelés, az élsport, mint egy kapitalista üzletág, aminek nálunk egyébként kettős, mindenhol kettős szerepe van, Magyarországon egy kicsit az egyik, az hangsúlyosabb, tehát egyrészt az ideál termelés, ahol mindig többet jobban, magasabbra, gyorsabban, egy folyamatos ilyen viszonyítási pont, tehát a másik pedig a klasszikus kapitalista történet, ugye ezek az élsportolók, ezek reklámhordozók, nem csak egyszerűen reklámhordozók, annál többek, én mindig, tehát azt látom, hogy a Forma 1-es autókon rajta van a matrica, hogy milyen olaj van benne, meg hasonló, szerintem a gyógyszergyárak nyugodtan megtehetnék, hogy ilyen reklámokat raknak rá, hogy éppen mivel turbozták fel a szervezetet. Érdekes, hogy az még illegális, de igen, a mentális stressz, a tulajdonképpen az a fajta emberkovácsolás, hogy ilyen Stalini terminológiával éljek, ami folyik, ne felejtsük el, hogy a diktatúrák imádják az élsportot, és nagyon, nagyon jól ki tudják használni, az bizony
óhatatlanul hozza ezt. Tehát ettől ez nem elfogadható. Ezek iszonyú traumák, itt tönkretett emberek vannak, itt tönkretett emberek azok is, akik csinálják velük ezeket a dolgokat. Én teljesen értetőnek érzem, hogy valaki azt mondja, hogy most érett meg arra a pillanat, most állt össze benne, hogy ezen előjön. De amíg az élsportot ilyen piedesztára emeljük, amíg az élsport a napjaink és a viszonyulásaink részét képezi, a hőseink az élsportolók, egyáltalán ez a fajta teljesítménykényszer bele van épülve a mindennapjainkba, addig ez így fog működni. De Gábor, te például hogy látod, hogy mondjuk, ugye az arra céloztam az elep, hogy hány életnek kell ahhoz mondjuk tönkre menni, hogy mondjuk legyen egy olimpiai bajnokunk. Vagy szóval úgy is föl lehet tenni tulajdonképpen ezt a kérdést, mert például ott a beszámolóból az volt, hogy ezek az emberek a mai napig hordozzák magukban ezeket a történeteket, nem mertek róla beszélni. Azért mondtam, hogy ezek újra és újra előjönnek a dolgok, és számomra ez is egy kérdés, hogy szóval hány életnek kell ahhoz tényleg tönkre mennie, vagy megváltoznia, hogy mondjuk akár egy olimpiai bajnoki érmünk legyen. Hogy ez velejárója? Ez velejárója. A kérdés az, hogy a társadalom ezt akarja-e. Tehát, hogy a magyar társadalomban azért az bele van kódolva, meg hát jó pár országban, még nem mindenkibe, nem minden, a világ nem minden nemzetébe vagy országába, hogy nekünk az olimpiai aranyérem az nagyon sokat ér. Akár megér ennyit is. Akár ennyit is. Nem, megér, nem azt mondom, ezt... nem legitimálni akarom, csak hogy a magyar társadalom ezzel kapcsolatban elfogadó. Ami megváltozott, és szerintem ott van egy fontos dolog, mert egyetértek én is azzal, hogy egyébként nem éri meg az semmilyen emberi áldozat, vagy semmi emberi élet tönkretétel egy olimpiai aranyérmet sem. De azért vegyük észre egy változás, hogy itt nem csak arról van szó, hogy az úszó szövetség az egy ilyen Gotham City-vé vált, ahol minden ajtó mögött ott van valami szörnyű bűn, meg szenvedés, meg titok. Hát a színházakban is ugyanez történt. Tehát itt van valami ennél az aranyérmeknél, meg az olimpiánál mélyebb oka is ennek az egésznek. Tehát úgy tűnik, hogy lezajlott egy olyan attitűdváltozás, egyébként az egész világon zajlik, ami a korábbi normákat, amit egy státuszból kifolyólag valaki megtehetett, azt az ezzel kapcsolatos attitűdök megváltoztak. Nem most már nem lehet olyanokat megtenni, amit korábban adott esetben természetesnek vettek néhányan. Most rendeztek ugye Tókióban olimpiát, az érintett úszóedzővel, még most tavasszal az úszó szövetség honlapján egy hatalmas, nagy, méltató írás jelent meg. Hadd vitatkozzam veled, Péter, mert kicsikét behúztad ezt a bal-jobb kontextusba, pontosabban a kapitalista világnak, a baloldali kritikájának a kontextusába. Itt kifejezetten és konkrétan nem erről van szó Magyarországot tekintve. Van abban igazság, amit te mondasz, hogy üzlet. Van abban igazság, hogy ezek brendek. Van abban igazság, hogy embertelen. Van csomó minden. De itt arról van szó, hogy ezek a 80-as években dívó szokások, hát felépített emberek. Igen, tehát Kis Noémi, aki először írt erről, az azt mondja, hogy ő megdöbbent a Cseh interjú, mert ő azt hitte, hogy ez az ő generációkkal, ugye Egerszegi Krisztina úszótársáról van szó, ez kiment a divatból. És a Cseh interjúban van egy nagyon érdekes rész. Ő elmondja azt, ennyit egyébként a új világ versus régiről, hogy ő ugye váltott a karrierje során, by the way, egyébként egy olyan emberről beszélünk, akinek nincs olimpiai aranya. Tehát a világ legsikeresebb nem olimpiai bajnok úszója. Szóval, hogy elmondja azt, hogy ő váltott, eljött Túri Györgytől, eltelt pár év, és egy teljesen más módszerrel, Amerikában tanult edzővel, eljutott ugyanoda. Pontosan ugyanoda eljutott verés nélkül. És hogy, mert hogy ezek egy ilyen tényleg gyerekverésre kitermelt az állampártnak, a szocialista rendszer legitimációjának kellett mindez. Túri György, én ezt szintén Noémitől tudom, nem tud úszni. Tehát ő úgy lehet úszópáp, hogy ő egyébként maga nem tud úszni. Gyereket tud verni. Mondjuk nem tudom, Zoli, te mit gondolsz erről, amit az előbb a Gábor mondott, hogy a magyar társadalom ebből a szempontból elfogadó? Az ugye ez valami ilyesmit hát, mondta Gábor, engem azért meglepezett. Az úszószövetség is már napok óta lebeg, hogy majd egyszer foglalkozni fogunk vele. Hát mi az, hogyha nem, tehát ez egy nem szembenézés azért ezzel az egész helyzetre. Azt elfogadjuk mi ezt, én ezzel azért vitatkoznék, de kíváncsi. Én meg nem vitatkoznék vele, szerintem a magyar közvéleménynek a hangosabbik része, ami meghatározza később a döntéseket, meg a nyilvánosság jelentős szeretét is, az azt szokta volt mondani, hogy hát nehogy már a rendőr ne adhasson egy pofont, hát nehogy már az a büdös kölök visszapofázhasson a tanárnak az iskolába, mert még a tanárt verik, meg azt, hogy hány gyereket vennek meg az iskolába, soha nem merül föl. És igen, az a helyzet, hogy a mi közvéleménynek
véleményünk egy jelentős részét, megint mondom a hangosabbakat, ki lehet fizetni sportsikerekkel, mert azt érezzük, hogy ebben a szerencsétlen történelmi országban, amikor van valami ilyen siker, akkor mi csaptunk be, közhelyes leszek, bocsánat, mi csaptunk be a karunk alatt a medencében a megfelelő pozícióban, hogy mi vágtuk földhöz azt a másik birkózót, tehát hogy kárpótolnak minket ezáltal, és nem akarunk erről hallani. A magyar társadalom nagyon-nagyon lelkesen hoz áldozatokat, hogy hőseket termeljen, és az eredmények szempontjából szerintem mindent igazolva lát. Persze az áldozatokat úgy hozza, hogy soha nem ő az áldozat. Tehát a fotelban ülve és nézve a tévében a közvetítést, azt lehet mondani, hogy fú, amikor ott áll a legfelső fokára az olimpiai dobogónak, és szól a himnusz, akkor ez megérte. Több dolgot nem tudunk hozzátenni a mai adáshoz, de szerintem kerek volt, és azt ígértem a műsor elején, hogy meg fogják látni, hogy színes a közéletünk. Hát szerintem az. Köszönöm szépen a figyelmüket, jövő héten a szokásos időben találkozunk. Szép hétvégét, jó pihenést!